A rendszerváltást követően alakult meg az első parlamenti futballválogatott, és kezdetben több párt is képviseltette magát a csapatban. Dabason már nem először léptek pályára a képviselők, most pedig május 4-én egy edzőmérkőzésre érkeztek hozzánk. Azóta a csapat egy-két év kihagyással, amikor nem volt igazi barátság a frakciók között, hogy finoman fogalmazzak, és egy frakció meg nem adott ki egy csapatot, attól az egy-két évtől eltekintve gyakorlatilag folyamatos a működés. Hívnak bennünket különböző rendezvényekre, falunapokra, vagy most legutóbb éppen a Várapolitai Bányász 90 éves évfordulóján játszottunk a Bányászszal, a Videóton meg a Fradi öregfiúk csapatával. És aztán van, amikor nemzetközi mérkőzéseket is játszunk. A törökök szoktak több csapat részvételével tornát rendezni, azon rendszeres meghívottak vagyunk, bár legutóbb éppen nem tudtunk elmenni a belpolitikai teendők miatt, és most éppen a törökök elleni mérkőzésre készülünk, mert ezt az elmaradt meccset lejátszandó, ők jönnek nem sokára hozzánk. Hétfőnként a parlamenti ülések után az öltönyöket és a nyakkendőket focimezre cserélik, és edzéseket tartanak. 8-tól fél 10-ig edzés van az EON pályáján, hát az télidőben kis pálya, azaz terem, ilyenkor tavasszal nagy pálya, tehát jobbára azért inkább kis pályán szoktunk játszani, ami meg is látszik az erőlétünkön, meg az összeszokottságunkon, meg hát ugye azért ennek a csapatnak az a sajátossága, az a hátránya, hogy azért nem mindig ér rá mindig ugyanaz a 11 néhány játékos, tehát valamikor a legkülönbözőbb összeállításban játszunk, amikor éppen ugye az utolsó pillanatban verődünk össze, hogy egyáltalán meglegyünk 11-en, 12-en. De ezzel együtt is én azt gondolom, hogy azon túlmenően, hogy néha a kilátogató kis számú vagy éppensége, mint például a Várpótán viszonylag nagy számú közönség szórakozik velünk, vagy rajtunk, attól függ, hogy éppen milyen formában vagyunk, azon túlmenően még végül is ez egy ilyen összetartás jellegű megmozdulás a képviselők számára, szóval itt azért más hangulat van, más témákról beszélgetünk, nem a politikáról, arra az összes többi idő elegendő. Összesen 3 félidőre osztották a mérkőzést, hogy mindkét csapat több felállást és stratégiát tudjon gyakorolni az edzés alkalmával. Hát talán polgármester úrnak volt a legnehezebb dolga ezen a mérkőzésen, ugyanis ebben a csapatban és abban a csapatban is játszani kellett. Hogyan értékelni ezt a mérkőzést? Nekem könnyű dolgom volt, mert jó esélyem volt, hogy a győztes csapatban játszom. Valamelyik csapatnak nyerni kellett, és mind a kettőben játszottam. Mindenképpen jó, szerintem egy jó tempós edzőmérkőzés volt, szerintem mind a két csapatnak a hasznára válik. Ugye a parlamenti válogatott majd 2 hét múlva, másfél hét múlva játszik egy másik parlamenti válogatottal. Ez szerintem egy jó felkészülési mérkőzés volt, addig már nem is nagyon lesz rá lehetőségük. A miénk közül pedig itt van, aki még aktív focista, és hát sokan vagyunk, akik az öregfiúk csapatban éppen tegnap előtt játszottuk a legutóbbi bajnoki mérkőzést. A csapatot nem kizárólag az országgyűlési képviselők alkotják, hanem olyan szakemberek, akik a parlamenti munkát segítik, valamint minisztériumok dolgozói is. Tornákat szerveznek politikusoknak, művészeknek, egykori élsportolóknak, tehát különböző csoportoknak, és hát szokott ilyen top kupa lenni. Az olimpikonok válogatottja, az újságírók válogatottja, a parlament válogatottja, a művészek válogatottja, a színészek, borászok válogatottja szokott részt venni. Ezek nagyon jó közösségi alkalmak, és azt hiszem, hogy ilyenkor félre lehet tenni mindenféle különböző véleményt, beállítottságot. Itt valóban azt lehet kiemelni, hogy mi egy közösséghez tartozunk. Magyar emberek vagyunk, magyar polgárok, Magyarországért tevékenykedünk mindenki a maga területén. Én itt városvezetőként, polgármesterként örülök, hogy elhívhattam őket. Sokan most voltak itt először, főleg az újabbak. Láthatják ezt a létesítményt, láthatják a városunkat, és nekünk fontos az, hogy elvigyék az országba minél több helyre a hírünket. Magyar Zoltán, az országgyűlési csapat vezetője úgy értékelte a mérkőzést, hogy remek felkészülési lehetőség volt a török válogatott ellen, habár a végeredmény a dabasiaknak kedvezett. Most ez nekünk, mint akkor is, megint nagyon hasznos volt, hiszen azt tudni kell, azért a parlamenti csapatban inkább több mint fele olyanok játszanak, akiknek nem nagyon van futballmúltja, vagy nincs nagy pályás futballmúltja, és azért a kis pálya azért az egészen más, legyünk őszinték, távolságok, minden.
speciális jelenlét, és ugye itt pedig a Dabas öreg fiúkban az olyanok játszottak, akik azért MB-s, tehát MB3-ba és megye első osztály rendszeresen, és ez nekünk egy nagy, sok hiba kijött akkor is, most is, és ez szerintem, ami kicsit hát olyan narcisztikus hajlamú játékosainkat, akik szeretik egy kicsit magukat többnek gondolni, mint amit valójában tudnak, ez egy kicsit észretéríti őket. Tehát ez egy nagyon jó ez a lehetőség, azt gondolom. Külön kértem, hogy a mérkőzést vegyük föl végig videóra, rögzítsük, mert ugye a legjobb kielemzés az, hogyha meg tudjuk mutatni a hibákat, és mindenki szembesül a saját hibájával, és abból tud tanulni, és aztán építkezni. Úgyhogy tényleg nagyon hasznos volt. A második harmadban tényleg úgy tűnt, hogy jobbak leszünk, de aztán kijöttek a hibák, de én meg úgy azt gondolom, hogy épp a harmadik harmadba akkor egyenrangúak voltunk, és ugyan a hazaiak is kihagytak néhány ordító helyzetet, de mi legalább annyit. És ez a 3-2, ez azt gondolom egy reális eredmény. Kövér Lászlótól, az országgyűlés elnökétől is kértünk egy rövid értékelést a mérkőzésről. Most az első harmad után, ami 0-0-ra végződött, egy kicsit optimistább voltam, mert nem játszottunk rosszul. Amikor fölmentünk a második harmadra, egy fiatalosabb összeállítása jobb futó erőt vagy futó képességet produkálva, legalábbis itt szemre, akkor bíztam benne, hogy talán még gólt is fogunk rúgni, és nyerni fogunk tudni. Aztán ehhez képest 1-2-re hoztuk le, és aztán a harmadik harmadban pedig kaptunk egy gólt. Állítólag éppen én voltam az, aki megakadályoztam azt, hogy a bíró lestit éljen. És aztán a végén úgy összeszedtük magunkat, de azt hiszem, hogy az, hogy kikaptunk 2-3-ra, ez így reális, tehát azért az ellenfél az mégiscsak összeszokottabb, talán még egy kicsit átlag életkorban fiatalabb is, de hogy kilóba jobban állnak, pontosabban abban rosszabbul állnak, ami a fociban előny, ez egészen biztos.